pillanatokon belül kezdődik az Éron divat bemutatója, Áron Eszterrel és Tanuskával beszélgetek. Sziasztok! Rátok kell nézni, és csak mosolyogtok. Óriási a konkurencia, vagy rendkívül nagy barátok vagytok? Izgulunk! Szerintem rendkívül nagy barátok vagyunk. Igazából 7 éves korunk óta ismerjük egymást. 6. De Eszter 7 volt. Attól függ, hogy ki hány éves volt, nem mindegy. Én 1 évvel idősebb vagyok, úgyhogy a barátság dominál. Egyébként segítettetek a kezdeti időszakokban egymásnak mondjuk a tervezésben vagy a fejlődésben? Hát mi igazából dolgoztunk is együtt az elején, és aztán szétváltunk, és akkor alakult meg az Éron. Most azért nagyon furcsa, hogy egymás után lesztek. Ezt hogyan élitek meg? Mégiscsak lesz egy Éron divat bemutató, utána meg egy Nanuska. Ez amúgy abszolút így kértük, tehát így szerettünk volna közel lenni egymáshoz, úgyhogy... Jól. Ugye Eszter, neked azért nem egyszerű most a helyzeted, mert a családot össze kell egyeztetned a divatterv, vagy a divattervezéssel. Hogyan tudod ezt megoldani? Igazából nagyon szerencsés vagyok, mert rengeteg segítséget kapok otthonról is, a nagyszülőktől, illetve a kollégáim nagyon sokat segítenek, hogy helyt álljak bent is, és ugye otthon is. Ha már említetted a családot, azért én tudom, hogy Áron András api, a kisöcséd, volt olyan az elmúlt x évben, hogy mondjuk apinak segítettél mondjuk divattanácsokat adni, vagy stílustanácsokat adni? Igazából volt egyszer egy ilyen beszélgetésünk, hogy tudna elkülönülni az Andrisnak a profi az Instagramon. Ugye két különböző zenekart csinál, ami két nagyon más stílus, és ezzel kapcsolatosan volt egy ilyen közös elmélkedésünk, vagy így megbeszéltük, hogy hogyan tudná ezt úgy csinálni, hogy elkülönüljön a kettő. Úgyhogy igen. Hogyha már zenészek, sztárok, azért mondhatjuk azt, hogy világsztárok hordják a Nanuskát. Hogyan éled ezt meg? Nagyon-nagyon örülök neki, de egyébként én nyilván velük nem vagyok kapcsolatban, mert ma feltettek nekem egy ilyen kérdést, hogy és amúgy jóba vagyok a sztárokkal, és hogy nyilván nem. De egyébként én ugyanannyira örülök annak is, amikor így látom valakin, hogy tényleg nagyon-nagyon érti a Nanuska ruhákat, és így nagyon közel áll hozzá ez az esztétika, és látom, hogy nagyon jól hordja. Szóval, hogy az is nagyon nagy örömmel tölt el. Ki az a női karakter, akinek terveztek? Mondjuk a te karaktered? Fú, hát ez egy nehéz kérdés már, hogy szerintem ez egy kicsit egy ilyen hibrid nő, tehát hogy nagyon-nagyon sok archetípusa van, és nem tudnék mondjuk kiemelni egy színésznőt. Nagyon szeretem Kate Blanchettet, vagy Rooney Marát, tehát hogy őket mind ide tudnám sorolni, de akár egy férfit is, mert hogy így érdekel nagyon így a nemek közötti határ elmosása is, vagy elmosódása. Eszter? Nekem sincs ilyen konkrét személy a fejemben. Én azt gondolom, hogy talán egy olyan nő, aki nyitott a művészetek felé, és fontos neki a harmónia, és szereti a finom textileket, és a letisztult formákat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tág dolog, és sok nő van a fejemben, amikor egy ilyen kérdés állok szemben. Itt vagyunk egy divat bemutató előtt. Azt gondolom, hogy minden tervezőnek van egy, azt gondolom, modelleknek is, de a tervezőknek is van biztos mumusa, hogy mi fog történni, vagy mi nem történhet meg azon a bizonyos show-n, ne legyen lecsúszva a slic, vagy ilyesmire gondolok. Van bármilyen félelmetek, hogy hoppá, ez az egy, ami ne történjen meg? Szerintem leginkább ilyen styling kérdések, hogy mondjuk tényleg úgy álljon az a gallér, vagy hogy ha ki van kicsit tűrve az ing, akkor az jól legyen kitűrve, ne túlságosan be, ne is ki, szóval, hogy inkább nekem így ilyenek, hogy tényleg így összeálljon az egész. Mert tulajdonképpen most látjuk a teljes összképet, hogy a lányoknak elkészült a hajuk, a sminkjük, a ruhák szépen föl vannak adva rájuk, a megfelelő cipővel, táskával, tehát hogy kicsit nekünk is most áll majd össze a teljes összkép, úgyhogy reméljük, hogy most rendben vannak bent a dolgok. El is engedlek titeket, bízunk benne, hogy összeállt az összkép, mi meg is nézzük, szerintem parádés lesz.